Köszöntöm polgármester urat a Ajka Televízió stúdiójában, és itt tartok kezemben egy levelet, rögtön kezdjük is ezzel, most nyomta a kezembe, csak azért friss az élmény, de a probléma nem friss, sajnos. Itt a, most eljátszom a betelefonáló nézőket, jó? A varjú helyzetről van szó például, hogy hónapok, sőt évek óta kínlódik a város ezzel a dologgal, ez a legfrissebb fejlemény, ami nem túl biztató, hallhatnánk valamit róla? Hát ugye ez általában úgy szokott indulni, csak azért mondom el a szerkesztő úrnak, hogy itt teljesen képbe hozzam, hogy a felháborodott néző és lakó telefonál be. Tehát nem ilyen, próbálok emelt hangon kérdezni. Hát igen, nem ilyen tárgyalagos nyugodt hangon, és hogy miért nem csinálunk valamit, és ez felháborító. Mintha nem csinálnak semmit, ugye? Hát igen, persze. Igen. Hát egyébként tehát én teljesen megértem a felháborodást, tehát magam is azon az oldalon állok, akik ezt szeretnék megoldani, és minél előbb, és nem... Sőt, a hátam még egy puska is el van dugva, ugye, hogy kész vagyok magam is részt venni, ugye még a 70-es években részt is vettem ilyenbe, de hát most már megváltoztak a szabályok, most már nem lehet így ilyen eszközökkel gyéríteni a varjakat. Tehát ugye két törvénymódosítást is kezdeményeztünk, kettőt. Ugye az egyiket egy országgyűlési képviselőn keresztül, azt tárcsorozatba se vették, most pedig a vadászkamarán keresztül kezdeményeztük, hogy talán azoknak nagyobb presztisük van az ilyen ügyekben. Ezek összhangban lennek az európai szabályozás, ugye? Tehát hát nem arról van, hogy most szemben megyünk valami világáramlattal. Nem. Hát ugye az agrárminisztert, ugye a miniszter urat én tájékoztattam arról, hogy az uniónak van egy állásfoglalása, miszerint a közép-európai országokban engedélyezhető a gyérítés. Tehát Romániában, Szlovákiában ezzel élnek is, és eredményesek voltak eddig, de hát Magyarországon itt más szerek húnak, itt nem akarják ezt engedélyezni, és most ezt is elutasították ugye a kamarán keresztül, úgyhogy... A vadászkamarán keresztül. Tehát most igazából egyelőre nem tudom, hogy mihez fogunk kezdeni. Ugye a hagyományos lépéseket azokat már megtettük, tehát minden évben, körülbelül hat éve, Fametszés, a fészkeket leszedjük. Hát most jelentkezett egy természetőr, ugye nem a mi illetékességi területünkről, aki azt állítja, hogy amennyiben leszedik a fészkeket, kétszer annyit raknak vissza. Most ez egy új megközelítés. Akkor van erre egy jó magyar mondás, hogy minek adnának egy pofont vele? Hát igen, tehát akkor most hát ha ez igaz, ugye... Lényegében mi nem számoztuk meg ezeket a fészkeket, de a természetőrök azok fa ültetett fánként jegyzik, hogy hány fészek van. Tehát nekik erről tudnunk kell, de ezt a részét nem árulták el nekünk. Úgyhogy most el kell gondolkodnunk, hogy akkor ez most akkor valóban egy zsákutca, és ez nem vezet sehova. Ugye maradna legális eszközként az, hogy bekenjük a fákat. Ugye van egy ilyen ajánlatunk, hogy mérgező anyaggal tulajdonképpen bekenik a fákat, és akkor a varjak állítólag ettől elmennek. Na de most ugye nekünk ez ilyen 30 utcányi területet érint. Most 30 utcát kenjünk be fákkal, hát az nem hangzik jól. És hát több 10 millió forint, ráadásul egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem a fák innák-e meg a levét, és tehát a fa elpusztul, a varjú meg a száraz fa. Annyi kitett problémáról van szó, hogy máshol már nyilván kipróbáltak mindent, de átütő eredményt igen. Kivéve a gyérítést nem értek el. Hát ugye, és akkor van egy ilyen javaslatunk, hogy sólymokkal üldözzük őket. De hát 30 utca most már, és én a korábbi számokat mondom, de azóta sajnos jobban megterítették a várost. Mennyire varjú szelektívek a sólymok, hát vannak itt más. Meg hát egyszerre, tehát egy sólyom az szerintem az néhány madarat, tehát mondjuk egy sólyom az 5-6 fát tudna megvédeni, nem hiszem, hogy többet, de hát akkor itt ilyen 100 sólyomra lenne körülbelül szükség, és hát a sólyomoknak az etetése és a fáradékonysága, mert azok se tudnak állandóan hajtani, tehát ez két hónapig kellene, hát az olyan irdatlan költséget jelentene, hogy
hogy attól tartok, hogy mi ezt nem tudjuk vállalni. És közben kérdem, hogy ez se az olyan jó módszer, mert káros mellékhatása is lehetnek, mint említett hát esetleg énekes igen. madarakra, vagy más igen. élőlényekre nézve. Meg a sólyunk is piszkítanak, tehát most 50 sólyommal, akkor még több madarunk lesz. Tehát, most, és azok is piszkítanának. A sólyunkat is el kell hagytani valahova. Befészkelnek ide magukat. Jó, hát szerintem akkor várjuk továbbra is nézőink javaslatait, olyat, amit már máshol kipróbáltak, ha ötletük van, de egyelőre az önkormányzat mindent elkelt a maga részéről hagyományos módszerekkel, de mondom, átütő siker reménye nélkül. Nincs. Ugye most legutóbb a televízió foglalkozott, nem tudom melyik adó, a Nagykanizsán is hasonló a helyzet. De mi összegyűjtöttük, hogy az országban hány településen probléma, és elküldtük a minisztériumba. Minden érdeket szervezetnek, hát a fülük botját sem takaróznak a meglévő rendeletekkel, és nem óhajtanak módosítani. Arra hivatkoznak, hogy 200 ezer varjú van Magyarországon, és 400 ezeret szeretnének látni, mert meglitkult. Hát, aztán ne jót nekünk. Hát ha lennének olyan élőhelyek, tehát a mezőgazdaságban, mint a például a miniszter úr is említette, hogy erdősávokat telepíteni, élőhelyeket kialakítani mezőgazdasági területeken, de hát ez így nem megy már hónapra akkor sem, már túlságosan hozzászoktak a városi léthez, urbanizálódtak. A miniszter úr azt javasolta, hogy vágjuk ki a fákat, ugye biztos hát az is szép lenne, és vessük be búzával a helyik. Ezt a marhaságot nem követjük el. Ja, köszönöm szépen, hát most ugorjunk, azt mondom, mert akármeddig elbeszélgethetnénk erről. A fáról jöjjünk le a föld szintjére, mégpedig az óvodásokhoz, merészugrás, tudom. De ugye tavasszal volt egy testületi ülés, amin például az ajkai óvodák helyzetét tárgyalták, hogy összépúzódnak egy kicsit, a Katica óvoda ugye megszűnik létezni, viszont Tósok Berénden állítólag a Főegyház megye egy új óvodát nyit, ami egy 100 fő elhelyezésére alkalmas, ami csökkenteti a városra nehezedő ilyen jellegű nyomást. Mi a helyzet ez óvoda ügyben? Hát jó számokat tetszett mondani, tehát valóban ilyen kapacitásadatokról van szó, ugye tovább csökkent így a városnak az óvodáskorú létszáma, ami az önkormányzat óvodáit veszi igénybe. Hát ez körülbelül 50 főt jelent, tehát még inkább, hogy úgy mondjam, lazábban vannak a mi óvodáink, és oda hát körülbelül 100 óvodáskorú gyereket vesznek fel. Hát most ugye ennek nem örülünk, mert egyébként, ha így a folyamatot nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Ajkán javult a születések száma, tehát az országban romlott. Ez ugye mindenki számára világos, fogy a magyar lakosság, de Ajkán javult a helyzet, és itt hát ilyen 230-240 gyerek született az utóbbi 3 évben, ez egy nagyon jó tendencia. Amit évente, ugye? Évente, igen, amikor én ide kerültem, tehát vagy visszakerültem 2001-ben, akkor volt a mélypont, 190 gyerek született. Pedig a város lakossága nagyobb volt akkor. Akkor nagyobb volt, igen, mert akkor volt még ilyen 32 ezer fő. Ugye most kisebb, most ilyen 28 ezer valamennyi, de mondom, a születések száma az viszont javult. Ugye hát senki nincs abban az állapotban, hogy ennek egy konkrét okát megnevezni, hát persze biztos lenne ebbe az országban olyan, aki meg tudja mondani. Ez nagy a világnézet kérdés. Ő ezt megmondta, hogy kell csinálni. De ez ilyen értelemben jó, és hát most ugye nekem személy szerint is, meg ugye a mi frakciónk által vezetett testület többségének az a véleménye, hogy az jó, ha színes a város. Tehát ha nem egy kézben van például az óvodai fenntartás, ha nem egy kézben van az iskolai fenntartás, ha nem egy kézben van ez, ha nem egy kézben, ez általában hasznos szokat lenni. Mondtad, ami diverzifikált, ha nem lehet túlsorosan idegen hangzó. Igen, és mi erre... Mint a természet. Hát ugye törekszünk, hiszen az oktatásban ez megvalósult, ez nem véletlenül jött ez létre, ezt akartuk. Ezt akartuk, és ugyanezt szeretnénk az oktatás más területein is. Tehát például a református és az evangélikus egyházat is megkerestük, de ők nem voltak nyitottak. Köszönjük szépen, egyelőre nem. Nem tudtak ezzel foglalkozni. Viszont a hídgyülekezete... A hídgyülekezet az nagyon bátran sok mindent megoldott, és én azt gondolom, hogy rájuk lehet számítani még más területen is, de most majd erről talán majd később beszélek.
Viszont a szociális ágazatban, hogy egy másik területet is mondjam, ott viszont úgy látom, hogy lesz valamilyen változás, mert ugye szeretnénk a Bercsényiből, a Csingeri középiskolából egy szociális otthont építeni, átépíteni, és erre való hivatkozással az evangélikus egyház jelentkezett, hogy ők ezt szívesen... Megtört a jég. Igen, hogy ők ezt szívesen vállalnák. Nyilván a beruházási költségeket nem tudják vállalni, mert azért az egy olyan 5 milliárd körüli összeg lenne. De mi meg abba bízunk, hogy a kormány az jobban segít az egyháznak, mint a lajkavárosi önkormányzatnak. Végülis úgy emlékszem, hogy úgy látom, az iskola nincs olyan lepusztult állapotban. Tehát nincs. Hát kell, egy ilyen 5 milliárdból meg lehetne összeget. Ezt oldani. Tehát most szeptemberben egy komoly tárgyalás elé nézek, ahol majd képviselő úr, az országgyűlési képviselő úr segít nekem abban, hogy az evangélikus egyházal ezt a találkozót megszervezzék, és remélem ott eredményesek is leszünk. Na most nem jelentene túl nagy forrás, legalábbis a hírek szerint, de hát egy irányban van az Ármin bánya területének az értékesítés kísérlete, ez sikerült végül is? Hozzátalálni neki? Tehát az Ármin bányát azt nem akarjuk értékesíteni. Nem? Az Ármin bánya területét nem akarjuk értékesíteni. Az Ármin bánya területén fekvő egyik épületet értékesítettük. Bányamentőállomást? Nem. Ami irodaépület volt, a geológusoknak az épülete, ami az S-kanyarban van. Igen. Az egy háromszintes épület, azt értékesítettük. Hát éppen azért, mert az elég rossz állapotban van, csak a lebontása 15-20 millió forintba került volna. Úgyhogy az sikeresen így elkelt, és az nem zavarja a terület további hasznosítását. Ugye most fogunk beadni egy pályázatot arra vonatkozólag, hogy maga az Ármin bánya területén mi legyen. Tehát itt nagy dilemma előtt álltunk, hogy a régi mentőállomást azt meghagyjuk, mert arra gondoltuk, hogy annak találunk egy olyan értelmes funkciót, ami... Milyen szolgáltatóház jellegű? Hát igen, tehát volt korábban egy olyan tervünk, hogy a földszintjére kerülne a posta, meg egy üzlet. Ugye hát a postát kihúzhatjuk, mert... Hát ugye inkább visszafelé felül. Annak vége. És hát még egy üzlet az még meg lenne, de azért ez ilyen 400-500 négyzetméter hasznos alapterületű. Na most 400-500 négyzetmétert szerkesztő úr, ugye élete. Ön tudom, más épületek fenntartásával is foglalkozott. Foglalkozott társasházkezeléssel. Hát igen, hát szóval egy négyzetméternek egy hónapban legalább 300-400 forint a fenntartási költsége. Igen. Tehát ugye ezt ki lehet számítani, hogy ez mekkora terhet jelentene, ha nincs bevételszerző tevékenysége. Márpedig, ahogy mi ezt számítottuk, nem tudunk bevételszerző tevékenységet oda telepíteni, kiadást meg az van elég, hogy a kiadásokat inkább csökkenteni kellene, nem növelni. Úgyhogy most végül is az a szándék látszik meghatározónak, hogy azt az épület együttes le fogjuk bontani, és a helyén meg egy olyan élményjátszó parkot fogunk majd létrehozni, ami ajkán még nincsen. Ez lesz az Ármin Park, vagy valami? Ármin udvarnak Ármin fogjuk udvar elnevezni. Ez lesz az Ármin udvar, és például felhasználjuk azt az épületet, annak a maradékát, ami a szénfeladó volt. Ugye a szénfeladó alsó szintjén ott egy vendéglátóhelyet fogunk majd létrehozni. Hát most van, aki ezt romkocsnának hívja. És a felső szintet pedig egy kiinduló állomásnak egy olyan csúszdának, amit még nem alkottuk meg, hogy az a földre csúszik, vagy a levegőben marad, vagy milyen irányban tudjuk hasznosítani. Ez ilyen kötéppályás valami lenne? Igen, valami ilyesmi. És más olyan eszközök is. Régen volt a csillesor, ugye az a... Igen, és, és az egész területet rendbe tennénk, és az a, hát aki így nem ismeri részletesen, annak úgy tudnám mondani, hogy ami a parkerdei bejáraton nyílik, ott van egy régi garázs, azt viszont átépítenénk, mert az beleillik az aktív turizmus eszmeiségébe, hogy a biciklis túrázóknak ott egy ilyen szervizt és kisebb büfét, pihenőhelyet is kialakítanánk, és több olyan játszóeszközt elhelyeznénk, ami, hogy úgy mondjam, kuriózum lenne, és nyitva hagynánk azt a lehetőséget, hogy a bánya bejáratokkal még valaki valamikor
ha van kedve, meg pénze, valamit kezdjen, ezt meghagyjuk az utókornak. Hát most, hogy beszélgetünk, kezdek rájönni, hogy a csingervő egy kitörési pontja lehet Ajkának, például ami a turizmust illeti, hiszen most már a vezet kerékpárút is, és hát nem hangzik persze túl okosan, de akkor volt ott egy strand valamikor. Azt már gondolom nem kívánják visszaállítani. Azt nem, de a pataknak bizonyos hasznosítására már gondoltunk, ugye a patak medernek, mert ugye az Urkuti bánya mióta bezárt, azóta nincs állandó vízfolyása, csak esőzések alkalmával. Még annak idején mi is, amikor a szánkó meg a sípáját meg akartuk építeni, arra gondoltunk, hogy majd onnan vesszük a vizet a műhó készítésére, de hát azt ugye ezt el kellett felejteni, mert már víz sincsen. Most már, meg hát tél sincsen igazán. Meg kiadáshoz van bőven, úgyhogy inkább bevétel. Tehát annak örülünk, ha valaki olyan ötletet mond, ami bevételt hozza, meg kiadási ötletünk az rengeteg van, de bevétel az nagyon kevés. Hát nyitott a pálya, bárki, aki határozottabb véleményt kíván megfogalmazni a város gazdálkodásával kapcsolatban, akár ötleteket is hozhat rögtön, hogy hogyan lehetne. Hogyne, hát ennek nagyon nyitottak. Igen, még ilyennel nem találkoztam egyébként. A szociális szféráról beszéltünk, meg az óvodáról, és valahol ott van az ápolónők helyzete is. Ugye most az ápolónők, védőnökre gondolok. Védőnök jövedelmének a csökkenése, az önkormányzatok az eddigi juttatásokat nem adhatják, hiszen nem az ő alkalmazottjuk. Mi a helyzet Ajkán? Itt a védőnök, köszönjük szépen, hogy vannak? Hát ezt nagyon sajnáljuk, ezt a lépést, mert Ajkán a védőnöknek szerintem megfelelő jó kereteit tudtuk biztosítani, és jól is működött a védőnői szolgálat. Ugye ez nem minden országban van így, Európában. És hát jellemző, hogy májusban kapunk egy támogatást a védőnői szolgálatnak a megerősítésére, még egy autót is kapunk, meg különböző eszközöket, következő hónapban megadjuk át az államnak. Hát szóval hát hihetetlen meggondolatlanság zajlik ebben az országban. Igen, sokan értetlenséggel nézték, de hát ez történt. Hát az is. Úgyhogy most átkerültek az államhoz. És hát az első benyomásokat ma ismerjük. Hát ugyanaz a szindróma áll elő, mint a pedagógusok esetében, hogy minden kis vacak dologhoz a felsőbb hatóságok engedélyét kell kérni, már a szobát, vagy az irodát elhagyják, azt is be kell jelenteni. És mi a helyzet, ha juttatásaikat tudja a város esetleg biztosítani? Tehát azt nem nekünk kell. Hozzá tud járulni? Most már nem? Nem nekünk kell. Hát most mi minek járulnánk hozzá? Tehát ugye ez ugyanolyan kérdés, hogy mikor a kórház elkerült, hogy akkor miért... Nem kellett volna elvenni, ugye? Hát így, hogy akkor miért nem nyújtunk évi 100 millió forint Igen. támogatást? Hát azért, mert nem az önkormányzat. De így nem is lehet. Hát ugye csak emlékeztetnék rá, amikor az általános iskolákat elvitték, akkor az általános iskolai oktatás költségei a városnak 500 millió forintba került évente. De nem 500 milliót vittek el, hanem 700 milliót. Tehát elvitték a feladatot, meg másfélszer annyi fedezetet, mint amennyibe került. Komolyan mondom, hogy hát látszik, ott van az egészségügy, ahol van, meg az oktatás is ott van, tehát ezeket én nem is vétlem, ezekkel mindenki tisztában van. Igen, már félve kérdezem meg, hogy akkor most milyen a város és a kórház kapcsolata, mennyire egy oldal vagy két oldal, gondolom azért találkozik a főigazgatóval, és hát, ismeri a gondjaikat, csak hát segíteni. Hát de segítünk azért, hiszen a lakásbiztosítást azt változatlanul mi pótoljuk, csak nem tudunk annyit adni, mint amennyire szükség van. Egyébként én megfelelőnek ítélem a kórház meg a városnak a helyzetét, de ugye ez annak az esete, hogy hát két szegény egymás kezét szorongatja, hogy azért megéljünk valahogy, de hát egyik se tud igazából a másiknak nagy jelentőségű segítséget adni. Mielőtt idejöttem erre a beszélgetésre, átnéztem néhány ajkai szót, és hogy az emlékeimet felfrissítsem, és beugrott egy ilyen cikk, hogy küldöttség érkezett ide Ningbóból, ahol jártunk ugye 3-4 évvel ezelőtt most már, hogy hol tartak az ajkai kínai kapcsolatok, tehát Donghai és Ajka viszonya az most hűvös egy kicsit, vagy nincs különösebb feladat, vagy mi, hogyan jellemezhető? Hát nem, tehát a távolság sok mindent meghatároz, tehát
Ugye mi annak idején azt szerettük volna, ha a dongái üvegmanufaktúra megvásárolja az üveggyárat. De hát ez okafogyottá vált. Másfél évig nézték, aztán semmilyen jelzést nem küldtek, aztán hát ugye erről lecsúsztunk. Mi magunk is megvettük volna az üveggyárat, de persze nem annyira, mennyit a tulajdonos akarta. Hát abból se lehet semmi, de visszatérve így a kínai kapcsolatokra, tehát ez kicsit olyan egyoldalú. Tehát ugye minden évben egy 2-3 kínai delegáció jön ide hozzánk, és akkor megnézik, bólogatnak, és még az okos órára is visszatértek. Igen. De mondjuk komoly, az nem ilyen okos óra, volna, hanem ilyen elektron, az, hát igen, most mérő óra. Ja, nem az... személyeknek szóló okos óra, hanem gazdasági társaságoknak. De azt is nem felejtették el? Mert ugye nem felejtették el, de nem történt ennek semmi. Ennek már pár éve azért van, hogy történt. Itt meglengedték. Igen, tehát és most ugye az elmúlt évben, azt hiszem az elmúlt évben már mi jeleztük ugye a kínai kapcsolatainknak, hogy mi örülünk, a Kínából befektetés érkezik a Kára. Megkaptunk COVID-es teát, azt hiszem. Igen, de vegyipart nem kérünk, köszönjük szépen, meg akkumulátorgyártót se kérünk. Szóval azzal ne is jelentkezzenek, mert azzal nem is vagyunk hajlandók tárgyalni. Hát ez tudomásul vették. Akkor itt tartunk. Itt. Igen. Térjünk vissza a városi beruházásokra, ugye, amiből azért van elég a nehéz idők ellenére. Az egyiket nemrégében tárgyalta újra az önkormányzat, hát lesz még egy pár fordul, ez a Tornapatak ügye, ami egy több éves projekt és elég nagy forrásigényű, de hát a tervezők dolgoznak a terveken. Mikor várható ebben valamilyen látványos fejlemény? Tehát ugye a Tornapat, korábban egyszer már erről beszéltem, tehát a Tornapatak meder rendezését azt elkezdtük. Tehát aki azt gondolja, hogy majd el fogjuk kezdeni, az nem jól tudja. Téved. Elkezdtük, mert a távfűtési vezetékek nagy részét elhelyeztük azokról a területekről, amelyet bekívánunk építeni. Tehát ez elkezdődött. Ez olyan 2 évvel ezelőtt volt? Igen. És a minisztérium, ugye mi a belvárosi szakaszt terveztük meg. Tehát ezt konkrétan úgy mondom, hogy a Hilt Parktól a Művelődési Házi Hídig. Azt megterveztük, de ezt nem fogadta el a minisztérium. Ezt nem fogadta el a minisztérium, mert szerintem túl sok volt a beton, és kevés volt a zöld. Most ilyen egyszerű szavakkal ebben mondom. Ebben a korábbi országgyűlési képviselőnek is szerepe volt, ha jól emlékszem, hogy ő sem nagyon támogatta ezt az ötletet. Az, hogy az események egy bizonyos ideig felgyorsultak, az a jelenlegi országgyűlési képviselőnek köszönhető, dr. Navracsics Tibornak, aki ugye tőlem azt kérdezte az első látogatása alkalmi, hogy mi a legfontosabb feladata most Ajkának, és ezt jelöltem meg, és ő azt el is intézte, hogy kiemelt programmal nyilvánították ezt a Tornapatakot, de kibővítették a tervezési területet. Tehát nem csak ezt a belvárosi szakaszt, hanem egészen a felső folyásig, aki így Ajkát ismeri, a Szekértanyán túlra, tehát szinte a Kisdődi határig, kiterjesztették a tervezési területet, és a déli irányban pedig egészen a tósoki város részig, és a belvárosi szakaszt meg a sok beton miatt újra tervezésre jelölték. Na most de egyben kiemelt beruházássá nyilvánították. Na most ez egyrészt ugye jó volt, mert egy időben valóban történtek dolgok, és kiadtuk a új tervezésre a megbízásokat. Igen, ám, de ezek az új tervezésre vonatkozó megbízások az azt jelentette, hogy már előtte is 4 éve terveztük ezeket. Most ha még rátesznek másfél évet, akkor itt ilyen 24-be lehet majd valamit kezdeni. Tehát ez meg annyira elnyújtotta ezt az időt, hogy most ebben a pillanatban, hogy a következő lépés mikor kezdődik, azt csak én is becsülni tudom. Mert például ott a bizonyos Szekértanya környékén egy árvíz területet kell kialakítani, ami nem egy egyszerű dolog. Tehát ott kívánják úgy megoldani, hogy ha egy árvíz veszélyes időszak van, akkor azt a területet elönteni majd a víz, és tehát akkor ne zúduljon rá a városra. Igen, és akkor a város már egy ilyen tisztított valamit kapjon. Vagy például ez miatt el kellett rendelnünk egy építési tilalmat a Téglagyári utca végén, hogy úgy mondjam, de ugyanebbe az irányba,
és ott éppen egy telekosztás folyik. Igen, ott még vannak beépítetlen területek. Hát most elrendeltük ott is az építési tilalmat, mert közben a patak... A földrendezés, mintha már történt volna arra felé. Igen, mert a patak medrét is rendezni kell, tehát a patak ide-oda vándorol az évek során, és hol itt lép át a jelenlegi határaiból, hol... Igen, ezt mondta a Kosszúr Lajos úr is, hogy hát... nem ismeri a telekkönyvi kivonatokat, igen, és öntörvényűen. Hát, és a régi tévagyár környékét is ilyen árvízi területté kell nyilvánítani, és onnan indulna egy levezető, hát ezt ilyen, hát mint a bypass, tehát egy ilyen menekülő útnak, menekülő ároknak nevezik. Ezen így, a malomárok esetleg? Vagy? Igen, ez lenne a malomárok, ami az Ilona malomon keresztül, igen, folyna, de az az árok akkor így feléledne, és hát a malmot is, ugye ezt már megszereztük korábban, akkor a malmot is hát üzemképes állapotba hoznánk. De azért ez még nem egyszerű, mert egyik területét megszereztük, de ott még vannak területek, amiket hát még meg kell szereznünk, mert kisajátítása vár. Hát igen, az meg utat kell építeni, stb. És a Béka utcai híd, ugye a Béka utcai hídnak Ott is vannak ilyen tervek, hogy összekötik ugye a... Hát most a Béka utcai hidat azt úgy tervezzük, hogy már az engedélyeket megkaptuk, hát ugye az kiírjuk a közbeszerzést, de az se ilyen egyszerű, hogy majd mi kiírjuk a közbeszerzést. Nekünk minden közbeszerzést, amit elkészítünk, hogy kell csinálni, azt fel kell küldenünk a minisztériumba. Ott megnézik, két hónapig ülnek rajta, azt a harmadik hónapban közlik, hogy még mit kéne hozzátenni. Azt kezdődik előre, és már is elment egy év. Tehát ez olyan bonyolult és nagy lett ez a program, hogy a végét igen nehéz megjósolni. Mindamellett, hogy azért valami jót is mondjak, az a tervünk, hogy a következő évben, tehát 24 elején a Béka utcai, nem a Béka utcai, a Deák Ferenc utcai körforgalmat, ami a rendőrségnél van, meg az onnan induló közúti hidat, ami bevezet az OTP melletti területre, azt a hidat, azt elkezdjük építeni. Na ez már valami, hogy mondjak, valami biztató tényis. Említette, hogy egy fél mondat, hogy erre majd visszatérünk a városi beruházásokba. Szerintem olyasmire gondol, talán a szövegkörnyezetből véve, hogy például a hídgyülekezet segít bizonyos területeken, pontosabban a saját célit úgy valósítja meg, hogy az a városéval is összhangban legyen. Esetleg hát... Kosárlabda csarnokra gondoltam, ilyen konstrukcióban megvalósult? Hát a kosárlabdacsarnok az jó példája ennek, mert valóban ugye a TAO forrását azt mi biztosítottuk, az önerőt azt már nem, azt a hídgyülekezet, és hát abból egy szép létesítmény lett, ami hát tényleg a sportokat tudja szolgálni. Ott gyakorlatozik egyébként a mi kosárlabda egyesületünk is, ugye ez kötelezettség is egyébként. De nem csak erre gondoltam, hanem például most lesz az ünnepélyes tanévnyitó, és ott ki kell térnem erre a dologra, hogy sajnos a tankerület működése alatt megszűnt a Padragi általános iskolában az oktatás. Ugye hát elnéptelenedett az iskola, nyilván nem magától. Tehát ezt most visszaállítjuk, és Padragon most szeptember 1-től 15 kisgyerek megkezdi az általános iskolai oktatást. És ebben is szerepe van a hídgyülekezetnek, ugye? A hídgyülekezet fogja működtetni ezt az iskolát az Ajkai Csodavár iskola fenntartásában. Tehát Padragon újraindul az általános iskolai oktatás. Hát ez a hídgyülekezetnek köszönhető, más ilyen gesztust, illetve ilyen lépést nem tett a városban. Azt javaslom, hogy fejezzük be egy nyári témával, persze van még mondani, hogy szívesen meghallgatjuk. Ugye a komparatív előnyök kihasználását jelenti, hogy itt van a Bakony erőmű, és most már az egyik medence vizét fűtik is ennek köszönhetően, együttműködésnek köszönhetően, most nem beszélve a stadion gyepének a fűtéséről. Tehát a helyi erők úgy néz ki, hogy pozitívan állnak a város fejlesztéséhez. Hát, jelek szerint. Aki hát, teheti. Igen, hát azért mindenki nem. mindenki nem, de aki igen, azokat feltétlenül meg kell említeni. Tehát ez valóban egy jó, hát az mellett, hogy a Veolia ugye végrehajtotta azt a programot, amit annak idején megígért, még 18-ban, azt végrehajtotta, és rekonstrukció alá vonta azokat a kazánokat, meg egyéb berendezéseket, amelyek ezt a célt szolgálták, és most... Hát nagyon ritkán fordul elő rendellenesség, tehát az utóbbi időben én nem is tapasztaltam, még
persze ettől még lehet, de nyilván én is itt élek a városban, tehát én nem tapasztaltam, hogy ilyesmi lett volna. Meg azért ott van egy másik dolog is, hogy azért a Veolia egy új munkakultúrát teremtett az erőműben, mert az sajnos, biztosra emlékszik, vagy emlékszik rá a szerkesztő úr, hogy azt én is egy csasztuska mondani valójában foglaltam az erőműben akkor zajló eseményeket, de hát akkor más volt a tulajdonos, más volt a vezetés, más volt a kultúra tényleg. Megérdemelték, és azóta itt ilyen téren is más szelek fújnak, és más megközelítések vannak, ugye ők egy pillanatig se tagadták, hogy itt probléma van ezzel a dologgal, és nem az elkendőzését, hanem a megoldását szolgálmazták, úgyhogy én szerintem ez egy sikertörténet. És a melegvízzel kapcsolatos törekvésünk is ehhez, ugye ezt kértük tőlük, hogy ezt tegyék lehetővé, és hát 32 fokos vízzel fűtjük az ülő medencét, és ha sikeresek lesznek az ezzel kapcsolatos hát téri-nyári üzemeltetés feltételei, akkor attól tartok, hogy mi a következő ciklusban tervezzük, hogy egy télen is használható melegvizes fürdőnek legyen az energiája, ez a közeg, és erre megvan az esély is, meg még az árakban is úgy meg tudtunk állapodni, hogy az elviselhető a városnak számára. Tehát ilyen esetek vannak, és más pozitív esetek is vannak, hiszen azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor egy ilyen őrült ötlet nyomán, amit ugye a kamara elnöke fogalmazott meg, hogy ne fizessék be ugye a 2%-ot az önkormányzatoknak, igen, hanem azt másra lehet fordítani. Szerencsére ez elmúlt, és akkor is arra kértük a vállalatokat, hogy ne hallgassanak erre a rossz indulatú kérésre, hanem és voltak, aki hallgatott is önökre, hál' Istennek. És sokan hallgattak ránk, úgyhogy én csak a legjobbakat tudom mondani így összességében az Ajkai Gazdasági Társaságok és az önkormányzat kapcsolatáról, úgyhogy innen is csak meg tudom ezt neki köszönni. Köszönöm szépen, és mivel csak utalnék rá, hogy nem sokára indul a kampányidőszak, hát jövőre ugye lesznek önkormányzati és európai parlamenti választások, tartok tőle, hogy egyre gyakrabban fogunk találkozni ebben a stúdióban, de gondolom tud majd időt szakítani ilyen beszélgetésekre. Hát igen, két varjuk ergetés között biztos lesz rá ide. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.